Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Ultimate Fishing Simulatorban, ami hát egy horgászós játék, és elképesztő méretű halakat fogunk kifogni. Legalábbis ez a tervem. Többit meg majd meglátjuk. Azt nem tudom. Azt nem tudom, hogy magyar fejlesztése a játék. Nem akarunk realisztikre menni, mert egy rohadt halat nem fogunk kifogni, ne vicceljünk már. Hoppá! Aha. Nagyon jó. Ha? Ja, ez egy körbe lehet menni. Nagyon jó. Jó, hát ezzel lehet majd ugye húzni, meg minden, meg bedobni, meg ilyesmi. Aha. Ezeket most mind végig kéne nézni, vagy... Fight. Harcolni kell a hallal, srácok. Szákolás. A szákolás nagyon fontos. A szákolás iszonyat fontos, mert rosszul csinál, elmegy a hal. Az biztos. De milyen gombbal lehet elővenni a szákot? Csak hadd kérdezzem már meg. Na, majd megnézzük azt is. Kormánnyal játsz. Köszönöm szépen. Fejen állva, ne játszam? Akkor a rege kiagyó szívverése? De most komolyan, tehát így... De most ti módszeresen meg akartok engem szívatni, szerintem. Van egy ilyen sanda gyanú. Emlékeztek, lehetett venni ilyen rapalákat. Meg lehet biztos a mai napig. Aha. Fenékhorgászat. Igen, ez etető kosár, igen, ezt már tudom. És hogyha begyúrod ilyen tápanyaggal, ilyen jó rendesen, akkor oda csalja a halakat. Bizonyám. Léghorgászat. Na, ezt is megnézzük. Erről mindig a szomszédnője mindig Zöldebb című film jut eszembe, megmondom őszintén. Sőt, az még csak hagyján, de hajóról lehet horgászni. Csak mondom. Aha. És a UJHK-val lehet irányítani amúgy. Igen, rodpadok, tehát erre rá lehet rakni ugye a botunkat. Nagyon jó. Felszerelések, meg mit tudom én. Jó van. Jó, most ezt hagyjuk. Na. Hát figyeljetek, igazából én azt gondolom, hogy kezdjünk neki, valami fog történni. Tájföldön lehet. $1. Meglehetősen olcsón adják. Level 2-esnek kell lenni, hogy a betitónál lehessen léghorgászni. Jó. De itt miért nem lehet? Ja, lehet, lehet. Itt nem lehet. Pallékkel lehet még horgászni. A Bajkátónál. Télen is. De itt, ahol nincs hal, itt hol horgászol? Tehát szeretném megkérdezni. A homokba? Vagy elbújnak a halak estére? Vagy micsoda? Hát köszönöm szépen, Shady Blady. Hát milyen kedves vagy. De most komolyan. De tényleg. Gyerekek, hát de bocsám, hogyha zavarok, vagy valami. Aha. Jó, most már látom, hogy valójában, ha kifogunk egy halat, akkor az XP-re kell menni. Hogy meg tudjunk nézni különböző egyéb helyeket is. Na, oké, ezzel lehet menni. Igen, ezt tudjuk. Járjuk körbe. Hűha, ez ki az? De várj, Ja, hogy ezek már olyan emberek, akik itt horgásznak. Én most bedobok. Az a biztos. Jó, ez mi ez? Look at the line. Aha. Ja, ugye G-vel meg az F-vel. Aha. G-vel meg az F-vel. És ugye rezetelni tudom Z-vel. Jó, nagyon jó. Aha. Kicsit húzok rajta, az a biztos. Igen. És jobb oldalt látható az úszó amúgy. Nem tudom, mennyire látszik, de látszik valamennyire, vagy? Ki akarom fogni a nagy fehér vadászt, srácok? Ki akarom fogni a nagy fehér vadászt? Fatáron mindig akkorát vágott be a fél hétkor rendszerint megérkező pontnak, hogy majdnem hanyatt estünk a csónakkal amúgy, mert azoknak azért kellett ám.
Lehet, hogy egy kicsit közelebb kell horgászni, nem? Most már harapjon rá, vagy legyen valami. Nézzük, azok meg odébb mennek. Aha. Hogyha bekapja a csalit, akkor be kell vágni. Aha. Jó, figyelni kell arra is, hogy a zsinór ne szakadjon el, meg terelni kell a halat, ugye? Ne arra menjen, beviszed a izé mögé. Hát, jaj. Én ezt kifogom, srácok. Tehát, ott is van az első keszeg. De most ez mi ez? Ez egy keszeg. Bika keszeg. Igen. Oké, nagyszerű. Ezek a hangok, békák, madarak, tücskök. Hát igen. Ez fontos részei az ilyen játéknak. Annak idején ugye a Deer Hunterbe imádtam ezt, meg a The Hunt-tal is játszottunk, ahol meg mindenféle 6 XP-t kaphattunk. Nagyon jó. Hát akkor azt mindenképpen. Kettes szintet azt el kell érni, mert akkor tudunk átmenni a következő pályára. Azt meg mindenképpen meg kéne nézni. Nem kell olyan messzire dobálni. Tehát azért én, ahogy látom, itt is kapnak elég rendesen. Tehát nincsen ezzel semmi gond. Kicsit izgatni kell a zsinort, hogy felfedezzék ugye a halak a csalit. De mi azért meg kifogjuk a halakat, Joker, vagy micsoda? De ezek virtuális halak. Tehát ne aggódjál az életükért. Ezek pixel halak meg. Hoppá! Ezek pixel halak. Nem élők. És nézd oda, még egyet fogunk mindjárt. Hát ha sikerül ugyebár. Már ott jön is, nézd meg. Ez már egy nagyobb. Nem, ez is egy ugyanolyan. 7 X-pointtél kapunk. Egy ilyen, vagy legalábbis egy ilyennel tudunk ugye érvényesülni. Jó, olvashatunk a halakról. Most kettes szintre akarok elfejlődni, és akkor utána megnézni egy másik pályát is. Tehát a léghorgászatot mindenképpen megnézni. Amúgy is visszadobja őket? Hát persze, hogy ne. Hát miért ne? Tehát itt partmenti horgászattal kell igazából kísérletezgetni, vagy? Ugye? 3 pontos dobásokkal csobbannak vissza a halacskák bizonyám. Most kéne valami nagyobb állat. Most én úgy gondolom, hogy ezt a részt már itt lassan lehorgáztuk. Várjuk egyelőre a kapást, kicsit megizgatom, hogy fölfedezzék már a halak. Aztán, hogyha kifogtunk most itt egyet, akkor fogjuk magunkat, és szépen megnézünk egy másik helyszínt, biztos, ami biztos, mert lehet, hogy ezt a részt itt lehaláztuk. Vagy lehorgáztuk. Szeptember vagy ennyire nem? Hopp! Köszönöm szépen az Instant Gaming-es vásárlás, bárki is volt az. Köszönöm nagyon. Nézzek, elmegy! Lehet követni? Gyere erre, bizony. Gyere már! Hú, ez valami nagyobb állat. Ez valami nagyobb állat lesz szerintem. Nézd, nagyon vergődik. Tutifix, hogy valami nagy vaddal van dolgunk. Gyere már. Ott van. Rainbow Trout. Nagyon jó. Ez egy szivárvány keszeg. 11 experience point. Az azt jelenti, hogy most meg is nyílt nekünk a következő tó. És most ezekkel az emberekkel lehet csetelni is. Most egy nagy bedobással kísérletezünk itt, megmondom őszintén. Sőt, és közben is lehet menni? Ennyire realisztikus? Jó, de jó. Aha. Kicsit megizgatjuk megint. És akkor ennek mikor van vége ennek a dolognak? Akkor, amikor mondjuk, vagy ez a verseny, vagy csak így... Márja, lehet változtatni amúgy a... az időt is, hogyha jól látom. Oda néz, ott lakik a nagy harcsa. Ja, ez egy ilyen véget nem érős, jó? Akkor most ezt még kifogjuk, és akkor utána megnézzünk egy másik pályát, hogy megnézzük, hogy milyen a léghorgászat is. Nézzek, ez, jaj, ne menj be a zavarosba! Hopp!
Az mi az? Ma megint egy ilyet fogtunk. Nagyon jó. Ja, most menjünk át valahova máshova, ahol más halak laknak. Próbálkozzunk meg itt kb. Mondjuk itt sokan nád, az nem jó, mert beleakadunk meg minden. Ja, mondjuk igen, ezt szokták mondani, igen. Az egy életérzés. Cápára? Figyelj, lesz olyan is, mert láttam mindjárt, hogyha kilépünk ebből a játékból majd, hogyha megbarátkoztunk itt a horgászat csinyával, binnyával, akkor meg tudom mutatni neked a halakat. Meg tudom mutatni nektek a halakat, mert rengeteg halfajtát pakoltak bele a játékba, és konkrétan mindenre is lehet menni. A lesben áll egy cápa. Na most mi van? Nem akarja bekapni. De bekapja! Bekapta! Most ez megvan? Vagy miért olyan furcsa a Damil? Ez micsoda? Valami nagy állat? Vagy kicsi? Ez kicsi? Ó, nézd meg! Hát, ó, te. Ezt inkább eladom. Hát még experience pointot sem kapunk érte. Tehát ezt inkább talán így hagyjuk. Nézzek, ez egy jó messzi dobás lesz. Ez valami nagyobb hal lesz. Szevasz, vazáp, hello. Frissen fogva, igen. De olyan kicsi, ilyen kis gyűszűnyi kis hal. Ezt inkább adjuk el, az a biztos. Úgy kéne megoldani a helyzetet, hogy mennyit fogjunk még, és akkor utána megnézzük a léghorgászatot. Megkapta? Bizony. Na? Uha, most valami történik az úszóval, vagy nem? Ronda egy hal volt, igen. Igen. Mocskos egy hal volt, igen. Nem tudok több gyereket látni. Valahogy kiszívják az életet. Megvan, srácok, megvan, ezt nem szabad elereszteni. Ez valami kisebb hal lesz, mert nem húz annyira. Mondtam én. Ágy típusú hal. Szerintem ez egy keszeg, vagy legalábbis így ránézésre egy keszegnek tűnik. Inkleb Gaming, köszönöm szépen nagyon a raidet, és üdvözlünk benneteket nagy szeretettel. Mivel, hogy ezért se kapunk experience pointot, ezért ezt eladjuk, ezt a halat szerintem. Örülni fognak neki. Mennyit fogjunk még? Nagyon szépen köszönöm a raidet, Inkleb, és szevasztok, üdvözlet nektek. Annyi lenne a kérdés, hogy mennyit fogjunk még, egyet még fogunk, jó? Egyet még. Jászkeszeg. Oké, köszönöm szépen, mert nem tudom az angolul írt halakat, hogy azok valójában mik is. Egyedül az ilyen alapokat tudom, mint a ponty, meg a keszeg. Na harapjál már rá! Harapjál már rá, légy szíves. A trauta, igen, az a pisztrány. Megvan. Nagy hal. Nagyon nagy hal. Ez húz, mind a veszedelem. Lehet, hogy el is megy. Nézzek, hogy kavar. És csapkod is. Ez valami nagyobb jószág lesz. Na ez mi ez? Burbot. Ez micsoda, srácok? Én ilyet még nem is láttam, hogy ez mi ez? Vagy ilyen, valamilyen harcsaszerű, nem? Vagy mi ez? Jaj, a kikötőben, amikor fater elkezd horgászni, egyből kiülnek a macskák, meg tudják nagyon, hogy a kis keszegek azok jönni fognak. Mennyhal? Ez mennyhal. Azt mondja, Hardecsi, azt mondja, hogy ez egy mennyhal. Én hajlamos vagyok hinni neki, hogy ez egy mennyhal. Hát két experience pointért szerintem inkább. Na jó, aztán tényleg egyetlen egyet még fogok, aztán megyünk léghorgászni, jó? Léghorgászat fogja kezdetét venni. Egyetlen egyet, akarom, hogy legyen valami nagyobb állat. Valami szép nagy, ilyen gigászi, aminek ekkora a szeme. Minimum. Kicsit izgassuk meg a botot, meg a csalid. Egy jó beakadás a tó aljára. Igen, az lenne igazán realisztikus, hogyha leakad érted a horgunk, akkor utána, hát ugye mit csinálsz? Vagy elvágod a Damilt, vagy megpróbálod kis csónakkal bemész és a nádba kipöckölni. Ha nem akarsz megint a szerelékkel bajlódni, ugye. Nem tudom, milyen bottal tolom, már nincsen ráírva semmi, ha valami van. Ott van, ezt ide húzzuk. Arra most rá fog menni? Csak rámegy, nem? Hopp!
Megvan, beakasztottunk neki, úgy de beakasztottuk neki. Nézzek, el akarja vinni, elviszi. Jó. Lehet itt ilyen fonott zsinórokat is alkalmazni, meg egyéb... Boilizni például lehet? Úgy gyerekek. Ez küzd. Küzd, mind a veszedelem. El nem ennyil. Ezt tudni fix, hogy nem kicsi. Vagy átlagos, de nem kicsi. Szerintem átlagos, mert ott van. Na ez mi ez? Cutthroat trout. Aha, tehát ez egy pisztráng. De szép vagy. Hát nézd meg, azért ez már bizony hal, ugye? Egész szép, egész szép. Ott a cápa. Hát még azért nem. Kíváncsi leszek amúgy, hogy egy cápát mennyire lesz könnyű kifogni, mert van rá lehetőség a játékban. Próbálkozzunk akkor meg vele. Most ezzel mit csinálj? Hát én nem akarom eladni. Vagy érdemes azért a pénzt is gyűjtögetni a játékba? Hogy állunk? 3 experience point, 156 dollár. Hát ezt most akkor adjuk el. Na, oké. Most beavatlak benneteket már, amennyiben lehetőségünk nyílik rá. A léghorgászat elképesztő rejtelmeibe. 100 dollárért lehet licencet vásárolni, már pedig annyink van. Aha, tehát akkor nem csak szintől függő a történet, hanem kell venni ugye nem jogosítványt, hanem mi is ez? Horgászengedélyt, hát nyilvánvaló. Na próbálkozzunk akkor meg vele. Léghorgászni még nem léghorgáztam, megmondom őszintén. De kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet. Biztos, hogy kell hozzá egy fúró. Na most hol kellene elkezdeni léghorgászni? Itt már van egy figura, aki nagyon szeretne léghorgászni. Hát én ezt itt megpróbálnám, hogyha esetleg beszakad alattam a jég, akkor lehet, hogy könnyebb lesz innen mondjuk kikecmeregni. Vagy mondjuk hozzá kötöm magamat ehhez az akármihez. Erre lehet megkezdeni a fúrást. Illetve lehetne megkezdeni. Aha. Tehát magyarul én nem tudok fúrni, srácok. Miért nem tudok fúrni? Azt mondja, hogy nincsen meg a megfelelő képzettségem a fúráshoz. Hát most akkor ilyenkor mi van? Na, ugye. Tehát ez így ennyi? Honnantól kezdve lehet fúrni? Vetődik fel a kérdés. Nem ugrálok a jégen. Nem, semmi ilyesmi, de miért nem tudok én fúrni? Miért nem fúrhatok? Ez is mehetne multiba, mint az omreg? Te figyelj, te hogy tudsz fúrni? Ő se tud fúrni szerintem. Indaló. Valószínűleg egy kiváló baskír horgásszal van dolgunk, vagy a fene se tudja, hogy ki lehet ő, de én miért nem fúrhatok? Vagy csak itt fúrhatok? Itt a pocsolyásba? Vagy... Nem fúrhatok. Nincsen meg, de nem írja, hogy miért... Lehet, hogy nincsen fúró. Aha! Ahogy úgy! Aha, tehát kellene nekem 200 dollár ahhoz, hogy fúrni tudjak. Ja, értem. Tehát akkor meg kell venni a fúrót, akkor itt még nem tudunk, srácok. Itt még nem tudunk horgászni, úgyhogy kell még nekünk hát egy olyan 130-140 dodó arra, hogy tudjunk fúrni. Úgyhogy akkor még egyelőre fogunk egy-két halat. Igen, ilyen tekerős. Egyelőre legalábbis, ahogy én láttam, ilyen tekerős, így nekimész, és akkor forgácsolod ott a jeget nagyba. Megnézzük, jó? Figyeljetek, én ezt most bedobom, és 200 dollári meg sem állunk, innentől kezdve szarunk magasról az experience pointra. Muszáj halat gyűjteni, méghozzá abból kifolyólag, hogy tudjunk venni egy fúrót. Mert fúró nélkül léghorgászni nem éppen optimális. Legalábbis ezt mondják a szakértők. De most drukkoljatok, hogy valami drága halat sikerüljön kifogni. És akkor egyből mehetünk léghorgászni. Isten, emlékszem még arra az időszakra, amikor nagyon kicsike voltam, és Fater ilyen 18 kilós pontyokat fogott, meg ilyesmi, tehát brutál nagy állatok voltak a Balatonba. De tényleg, ilyen hatalmas nagy, ilyen gigászi méretű pontyok, tükörpontyok is egyáltalán. Hopp. Megvan. Azért milyen reflexekkel vágok már be? Hát őrület.
Hát vagy akár azt, igen, az aranyhal. Ez nem tudom, hogy mi lesz, de... Ajaj, ajaj, ene szakadjon. Húzza már ki Kent, hát na. Ott van, nézd meg, mennyi, 73 dollárért lehet, nem, 42-ért. 42-ért, ez egy új rekord méghozzá. Egy két, ez egy 2,5 kilós pisztráng. Legalábbis, ha jól látom, igen, igen. 0,60 méter. Nagyszerű. Jó, oké, jöhet a következő halacska. Medvék. A medvéktől nem kell tartani, vagy lehet, hogy lejönnek majd később a hegyekből. Ezt most nem tudom pontosan, de majd meglátjuk ezt is. Na, hol van az úszom? Medvét is fogok fogni? Azt nem akarok. Medvét azt nem akarok fogni. Nem. Nem. Nincs az az Isten. És itt például olyan lehet, mint ami amúgy a valóságban megtörténhet. Hoppá, most viszi valami, vagy mi, vagy nem? Nem viszi, vagy... Nem viszi, de szerintem volt rajta valami hal, mert egy kicsikét így mozog az úszó, vagy ez csak így simán. Na, tehát lehet olyan, mint a valóságban, hogy így lezabálja? Már hogy a csalit a hal. Kapjad már be! Megvan. Ez szerintem egy kisebb jószág, ez nagyon könnyedén jön. Ezért biztos, hogy nem kapunk sokat. Brown trout. Nagyszerű, barna pisztráng. Gondolom én. Jó. Meglehetősen gyorsan gyűlik a della, srácok, úgyhogy hamarosan léghorgászat veszi kezdetét. Kung Flu Panda, hát jó reggelt kívánok, hát jó reggelt neked is. Hát van az úgy, hogy nem akarják bekapni. Ezek a mocskos halak. Mocskos halak. Milyen jó lenne zenekarnévnek, nem? Mocskos halak. Egy ilyen lázadó punk zenekart lehetne szerintem erre a zenekarnévre alapozni. És akkor lehetne előzenekar a rózsaszín pitbullnak. Szevasz kopteres, jó estét kívánok, kellemes délután, jó reggelt. Miért nem akarja bekapni? Hát akarja már. És bárcsak amúgy a valóságban is így történne ez a dolog, hogy ilyen gyorsan van kapás, de ahogy látom azért itt azért vannak halak, ez valószínűleg egy horgásztó, tehát itt azért lehet halakra is bukkanni. Na. Kicsit húzok még rajta, csak hogy így azért érezze a halacska törődést. Ebbe egyet tudok érteni Jokerre, bizony. A halak szempontjából ugyebár. Na, most lesz egy kapás, ezt éreztem. Megéreztem előre, jó sok látok médiumok. Teljesen sima. Na, ott már jön valami, ez nem egy nagy állat. Az egy kicsike, nézd meg. Ó, hát ez a 32-ért. Ez 2 kilogramm, most nem éppen egy nagy ragadozó, de hogyha minden jó megy, akkor a következő bedobás utáni fogási kísérlet után, miután kisikerült emelni a halacskát, utána mehetünk léghorgászni, mert meg lesz a fúró. Meg tudjuk venni a jégfúrót. És előbb-utóbb lesznek mindenféle dolgaink. És azt kell, hogy mondjam, hogy minél inkább fejlődünk, a halak úgy egyre nagyobbak, meg szebbek, meg ritkábbak lesznek, és ezáltal ugye drágábbak is. Ennek köszönhetően ugyebár milyen helyzet fog előállni, hát konkrétan milliómosok leszünk a halakból, és veszünk magunknak mindenféle elképesztő horgász felszerelést, méghozzá hajót is, gondolom én. Vagy a fene tudja, kicsit megizgatom, hogy fedezze már fel az a halacska, hogy itt vagyunk. És ott a csali. Most lehet, hogy itt a mellettem lévő katalán versenyzőt keresztül dobtam, ebben nem vagyok biztos, de nem igazán anyázik. Tehát általában akkor lenne reális ugye a horgász szimulátor, hogyha keresztül dobom ugye az illetőt. Hopp, az megvan. Ha keresztül dobom az illetőt, akkor ordításba, káromkodásba tör ki. Hát, jó. Nagyon jó ez is.
Ellenben megvan a léghorgászathoz szükséges fúrónk. Ez az. Na, oda néz. Én ezt most megveszem. Én ezt most megveszem, történjék bármi, én fogom magam, és kimegyek a menübe, és mivel megvan már... Ja Istenem, aki dobos, hát ne elégedetlenkedjünk már, hát végre sikerélményem van, hát ne vicceljünk. Most a fúrómmal rámegyek a befagyott óra, írtózatos a keresztül fúrom, oda néz, és már itt van a kezébe, nézd meg! Ő már megfúrta? Ő már lehet, hogy megfúrta. Én valahova ide megpróbálok így. Ide, erre nagyon szép, igen. Itt fogok én egy jó nagyot fúrni. És én mindig nem tudok fúrni. De miért nem tudok fúrni? Gyerekek, hát itt most mi történik? Hát mi... Ja, hogy arra írta? Ja, hát de nem realisztik be, vagy igen, jogos. Miért nem fúr? Nem enged a játék engem fúrni. Mi... Miért nem fúrhatok? Hány a szintől lehet fúrni? Várjál, meg kell keresni. Ígértem, hogy megmutatom nektek a halakat. Tehát van egy hal enciklopédia itt. Látjátok, minden is van. Nagyszájú hal is van. Van 3D nézet, ahol megnézheted, hogy ilyen, amikor körbe forog. Lehet, hogy hogy a skillekkel kell valamit variálni. Látjátok? Oda néz. Mondanánk, hogy macska hal, de hát ugye tudjuk nagyon jó, hogy ez a harcsa. Ilyen szép nagy böszme harcsákat akarok fogni. Meg van ponty is. Tükörponty. Látjátok, milyen szép nagy busa feje van neki bizonyán. Az mekkora az. Mi az már? Az még csak hagyján. Van ilyen is. Ó! Oh! Oda néz. Hát itt azért vannak ám dolgok. Mahi! Az mi az a mahi? Úristen, milyen feje van, Jézus Máriám. Szegény hal. Hát komolyan most sajnálom. Ó, és ilyen is van, nézd meg, karthal is van. Ezt majd valószínűleg hajóról fogjuk fogni, valószínűleg. Bálna? Bálnát akarsz fogadni velem? Hát azért a bálna vadászat azért az úgy veszedelmes, úgyhogy abba nem kimondottan mennék bele. Elektromos harcsa. És van körülötte valami? Valami elektromos örvény, vagy akármi. Afrikai harcsa. Ez mondjuk elég szép. Elég szép. És nem keverendő össze az afrikai törpe harcsával, ami egy mocskos gané állat, mert tönkretesz mindent a tóvizébe. Ó, goblin cápa. De miért van ilyen hülye óra? Valószínűleg ezért goblin cápa, nem? És ez mi ez? Hát ez úgy néz ki, mint egy rája basszus. Aligátor. Jézus Mária. Ez dehogy nem, mindegy féreg úgy néz ki, borzalmas. Kuma. A kuma az vajon mi lehet? De nem tudom, annyi hal van, mint a rosszabb srácok, de tényleg ennyi, nézd meg. Van nagy cápi is. Nem kevés féle halat pakoltak bele. Most meg kéne nézni azt, hogy honnantól kezdve tudok én elkezdeni. De most mit csinálsz? Hát beszarok. Hát na. Hát igen. Van horgász lak is. Gyerekek, kellemes jazz muzsikával, hát azért menjünk már föl ide, nézzük meg mi van. Nézd, de mindenhol halak, nem bűzlenek ezek? Ki vannak tömve, nem? Vagy? De ez nem rohad el? Könnyen él, vagy? Hogy lehet kitömni egy halat?
És ide eljössz, akkor ezt megnézheted. Ezt a barna pisztrángot, ez... És akkor ide milyen okból jössz be amúgy? Tehát ennek a résznek van valami szerepe így a játékot illetően? Vagy mi? És ez például micsoda? Jó, hát azért nincsen teljes mértében kidolgozva, vagy agyon dolgozva ez a rész, de hát örülök neki, hogy ilyen is van. Na, figyeljetek! Hol a francba lehet... Na várjál! Ohohoho! Azt hiszem, hogy megvan. Igen. Jó, ezt vágjuk. A fúró. De hogy állokkolni kell. Ja, hogy úgy. Oké. Tehát magyarul, hogyha állokkolom a képességet, akkor már tudok fúrni. Tehát, hogyha fúrót állokkolom. Nagyon jó. Jó, hát akkor mégiscsak léghorgászat lesz, hogyha beledöglünk akkor is. Itt lesznek a trófeák? Trófeaszoba? Nagyon jó. Jól hangzik. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy maga a gyönyör. Jó, tehát erre lehet fúrni a megfelelő helyen. De én most itt nem akarok fúrni. Haló? Ne fúrjál! Most ne pont itt fúrjál! Majd én azt eldöntöm. Azt eldöntöm, hogy hol akarok fúrni, jó? Majd én ott fúrok, ahol nekem jól esik. Ahol kényelmes. Itt már fúrnak. Kicsikét távolabb megyek tőlük, hogy nehogy az legyen, hogy itt belepofátlankodok a dolgaikba. És ez a fához meg majd hozzákötöm magam, hogy nehogy az legyen, hogy mit elmerülök itt a légbe. Na, szerintem ez a hely, ez megfelelő lehet. Mivel léghorgászatról van szó, és olyan fényes minden, ezért inkább... Na jó van, de most itt akkor mi van? Hogy lehet bevetni a csalit? Nem is lehet. Ja, hogy... Aha. Na jó van, de... Most akkor mi van? Nem lehet bedobni, vagy... Ja, hogy úgy? Aha. Értem. És akkor honnan fogom én azt érezni, hogy kapás van? Srácok, azt én honnan fogom érezni, hogy kapás van? Ezt valaki esetleg tudja? Hm? Ezzel kapcsolatban van valakinek bármiféle... Kicsit így megizgatom, hogy hátha... Vagy mégse. A végén nézed a rángatást? Egy billentyűzet van meg egy egér a kezembe. Hopp! Aha, valami van. Le ne akadjál nekem, az Isten áldjon meg. Ez nem akar feljönni. Gyere már az anyádat, hát gyere, de na. Ez volt az? Ez? Ezzel a kis szarral hülyéskedtünk itt, hát nem már. Hát ez hihetetlen. Tizenöt dekagramnyi hal. Hát most... Na de... Most mi van? Várjál, hogy engedtem le az imént? Te ezt a léghorgászatot, ezt lehet... Szőcs Patrik disconnected. Gyerekek, vannak magyar horgászok itt. Nem bírok több gyereket. Vannak magyar horgászok itt, kérem szépen. Valahogy... Nem tudom, hogy kell leengedni. Nem tudom leengedni. Köszönöm szépen nagyon. Babó, köszi szépen nagyon a hostot. Szevasztok. Elvileg... Ja, hogy a space-szel kell, lám, hahó. A space-szel kell. Ez most így jó lesz? Hát nem tudom, ez a léghorgászat azért annyira... Hát érdekes, na megmondom őszintén, kis érdekes. Még egyet fogunk, akkor, és akkor megnézzük, hogy a következő pályán milyen lehetőségeink vannak.
Egyelőre most ez még így annyira nem, de... Meg a, amúgy is! Mi? Ajajajajaj! Gyerekek! Ez valami... bitang nagy hal voltám. Láttátok? Éreztétek? Milyen erőteljes volt a rángatása? De most komolyan. Milyen erőteljesen rángatott ugye a halacska? El is szakadt a zsinórom. Igen, az, abba egészen biztos, hogy egyet akarok még fogni, és akkor megnézzük a következő területet, mert ez szerintem, hogy itt bámulunk, érted, egy lyukat, amiből vagy kijön egy hal, vagy nem, hát most azért az úgy nem éppen... Hopp! De megint elszakadt. Ezek miért ilyen undorító halak? Vagy tovább kell tekerni? Ezt a fene se tudja. Túl szűk a lyuk. Lehet. Ki kell tágítani. De nem igaz, hát itt is. Most hova? Most mi történik, hogy... Édes Isten, mert ne írjatok már ilyeneket, könyörgöm. De most mi, most elakadt a zsinórom? Vagy mi történik? Ja, itt van, igen. Az a baj, hogy lehet, hogy a tó mélyén laknak a nagy halak. Az igazán nagy halak, akik ott tényleg ott bóklásznak meg minden. De most ez így jó lesz, nem? Vagy hogy így húzzam majd, hogy így megyek, de hát ezt meg nem lehet. Nem lehet. Most itt erre a lukra ráálltunk, és nem lehet mozgatni a karaktert. Az van, Zsigó Róbert, mindjárt bele is kortyolok. Engedd le a fenékre, és ezt honnan tudom, hogy a fenéken van? Hopp! De ez így mindig elszakad. Srácok, ez így mindig elszakad. Daminak van kilogramm korlátja, amit elbír. Aha, tehát lehet, hogy itt valami fonott zsinórral kéne zsonglőrködni? Ja, majd koppan egyet? Abba, persze, biztos, hogy ne? Koppan egyet? Hát persze. Jó, még egy próbát adunk ennek a léghorgászatnak, aztán utána elfelejtjük a francba. Erős a fék. Ja, tényleg? Jaj. De csak 50-es van, meg 100-as, meg... Hát most nem tudom igazából, hogy ez most így jó lesz-e. Hát én tekerném elvileg valami rajta. Ott van, nézd meg! Jaj, de szép vagy. Az anyád. Jó, hát nagyon nehéz a döntés, ugye iszonyatosan nehéz a döntés. Nagyon jó, srácok, ebből a léghorgászatból meneküljünk ki gyorsan. Majd még megnézem, hogy is megy ez úgy igazán. Viszont nézzük meg, $300 lehet venni egy licenszet a Powell Lake-re. Ami szerintem megengedhető. A szintünk az már elvileg megvan hozzá. $300 össze kellene gyűjteni. És akkor rendben vagyunk, mehetünk akkor ide. Hogy gyűjtsünk össze egy kis lovettát, és mehetünk akkor a Powell Lake-re. Kell egy skill a hajó használatra? Aha, tehát akkor arányosan kellene gyűjteni 300-at, meg arányosan kellene gyűjteni experience pointot is, hogy azért ne szarjanak minket le a verebek, ugyebár. Én ide bemegyek erre a földnyelvre, és innen lesz nagyon jó. Ez úgy kb. Jó is lesz ott, mert innen könnyedén kihúzzuk. Jobb damil kellene? Aha. Most ezt úgy mondjátok, hogy mint horgászok, vagy úgy mondjátok, mint aki játszott a játékkal? Mert a kettő között lényegi különbség van. Legalábbis én ezt gondolom. Mert hogyha úgy van, én veszek jobb damilt, tehát azzal nincsen gond.
Gyorsan iszok egyet, addig csak nem kapnak. Ugye? Várj, addig másik kezemet ráhelyezem. A botra. Látjátok, annyira tudtam, hogy pont akkor fog jönni a nagy hal, amikor éppen iszok. És ez amúgy IRL is így van, higgyét. Hát, ja. Jó, hát ez is valami, valamit azért fogtunk. Hát ez csak ilyen ez ótvar kicsi halakat sikerül itt. De figyeljetek, én nem tudom, tehát vehetünk azért egyéb szerszámokat, meg cuccokat, tehát ezzel nincsen gond. De hogy ma még megpróbálunk mindenképpen előadni egy olyan horgászatot, amikor hajóról próbálunk szerencsét, az egészen biztos. Már amennyiben ugye lesz megfelelő mennyiségű experience pointunk, meg hát ugye lesz elegendő lovettánk hajót bérelni, ugye. Vegyünk? Vegyünk? Figyelj, egyelőre itt most nagyon jól el vagyok ezzel a Damillal, de hogyha innen kimegyünk, akkor vehetünk. Nem tudom, mennyibe kerül például. Van olyan köztetek, aki már játszott a játékkal? Csak így hadd kérdezzem már meg. Jó legyél, aki dobos, szevasz! Tehát ez lenne a kérdés, hogy van-e olyan köztetek, aki már játszott ezzel? Gránáttal horgászni... Hopp! Nem ildomos. Ez ami kisebb hal lesz, ezt könnyen kirángatjuk. Vagy ez erre jön? Ha mondtam én, hogy ez valami kisebb jószág. Ezt megfogni se volt érdemes, ez akkora volt. Á, értem, Lifigurú. Nekem az lenne tényleg a tervem, hogy legalább egy hajóról horgászás meg tudjunk ejteni. A bestia. Igen. Igen. Igen, hatalmas hal volt, igen. Hivatkozzunk csak így rá, hogy a bestia. Kifogtuk a bestiát. A nagy fehér vadászt. Az megvan, ugye? Szomszédnője mindig zöldebb. Második rész, amikor kergették, ugye? Hopp. A nagy fehér vadászt. Ez nagyobb lesz. Ezt érzem. Ez lehet, hogy ez lesz a nagy fehér vadász. Hát, fehérnek fehér. Hát, sokat nem adnak érte. Sokat nem adnak érte, maradjunk. Kicsit odébb megyünk. Hát, ha innen majd jobb lesz. Lehet, hogy átmegyek oda a fa mellé. Kicsit addig izgatom a zsinort. Az a biztos. Úgy. Kicsit megrángatjuk, hogy a halak érzékeljék, hogy van ám itt valami finom, rá kell harapni. Most ilyen nagy böszme dagadt halak kellenének. Ilyen drága, nagy, ritka és hatalmas halak. Az lenne az igazi. Be kellett etni? Azt is lehet, gondolom. Nem tudom, hogy veszünk etetőanyagot, meg hát ugye nem mindegy, hogy mire megyünk, ugye? Tehát most itt finoman elúszózgatunk, meg mit tudom én, de kellene nekünk olyan bot, ami fenekező. Tehát, hogy fenékhorgászatra alkalmas. Etetőkosárral, mindennel is. Ja, látom már, ez se egy nagyobb jószág, de ezért azért kapunk valamit. Nagyon jó. Hát nem eresztjük el, na. Nem eresztjük el. Tengeri horgászat is lehetséges, csak ugye az lenne a feladatom, hogy minél gyorsabban állókoljam ezeket a lehetőségeket, hogy bár szép ez a vidék, de máshol is tudjunk horgászni. Jó, Vali figuró, megvárunk, nyugi. Kapjátok már be a horgomat. Kicsit megizgatom még. Úgy. Nagyon jó. Ott ment egy hal! Ott megy, ott úszik! Nézd meg, ott megy, ott a hülyéje. Mondjuk nagyon pici, úgyhogy nem fogjuk megtámadni. Ott meg egy nagyobb hal, mert nagyot bujborékolt. Fater mindig mondta, hogy ott a nagy bujborék, figyeld! Oda kell dobni! Ebben van amúgy valami ráció? Hadd kérdezzem már meg. Tehát ha látsz ilyen felbugyogó nagy bugyborékokat, mert ugye lehet nyilván az, hogy az iszabból jön föl valami nagyobb, hopp, valami bugyborék, de hogy a halak is lehetnek? Halak is, ugye?
Nincs, egy kicsi. Ne menjél be a nádasba! Ne menjél már be! Hát kimegy a partra magától a hal, nézd meg! Jaj, te! Te! Nézd meg, ilyen kicsi, és úgy küzd, de úgy küzd, hogy ez valami őrület. Tudjátok, mit utálok? Az angolnát. Na, az mocskos egy hal. Az undorító mocskos egy hal. Na, fölállítom az úszomat, aztán mehet. Iszap is lehet, de ponty is akár. Ha csalit cserélnél? Hát, ha másfajta hal is kapna? Hát végül is részemről jó. De annyi lenne a kérdés, hogy csalit hogyan lehet cserélni ebbe a játékba. Mert hogyha lehet, akkor én fölcsalizom. Várj, hogy a hetessel? Vagy nem tudom, hogy. Hetes gombbal lehet csalizni? Mindjárt megnézzük, jó? Még egyet kifogok, és akkor utána megsasoljuk a csalit, hogy hát, ha esetleg lehet váltani. És mondjuk rámegyünk valami nagyobb vadra. Hopp. Hölgyektől hallottad ezt, Joker? Milyen kicsi, és hogy küzd? Hát, aha. Jó van. Hát, ez is valami. Na nézzük akkor, a hatos gombot megnyomva nem történik semmi. Azok az ötös gombot megnyomva. Aha, ugyanaz történik. A nyolcas gombot megnyomva, akkor is ugyanaz történik. Jó. Hogy lehet csalit váltani ebbe a nyomvat játékba? Vetődik fel a kérdés. Na nézzük. Azt mondja, hogy csalik. Aha. Kukoricára harap amúgy a ponty. Mi sajttal is lehet horgászni? Ne vicceljetek, már tényleg sajttal? Na várjál. Én kukoricával akarok menni. Mennyire lehet venni? $4 a kukorica. Nem sokalták el, hála az égnek. Oké. Élő csalival. Na az nem rossz ötlet amúgy. Fogasozni. Csítelő halak, a rohadtak, igen. Tehát lehetne fogasozni például élő halacskával, 14-es szint kell hozzá, azért ne túlozzuk el, de kukoricával, mi hatásos a pontra? A kukorica, meg a kukac. A giliszta, igen. Hármas szintűek már megvagyunk, úgyhogy szerintem veszek gilisztát. Mennyit vegyek? Még egyet veszek. Kettő van. Na jó, vettem egy párat. Most, ó, micsoda gombicsku. Nem akarok gilisztás lenni. Hogy lehet visszaváltani? Na úgy. Oké, hatos. Hogy lehet megváltoztatni a csalit? Annyira gondoltam, hogy ez lesz belőle, hogy nagyon. Hogy lehet megváltoztatni a csalit? Ez lenne itt a kérdés. Ugyanott inventoryt jobb oldalán tudsz feltenni, ha jól látom. Aha. Inventory. Jaj, most ne dobd be, basszus. Inventory. De hát nem is volt olyan gomba beállításokban, hogy inventory. Ja, hol vetted a csalit? Ja, hogy... Aha. Equip. Na várjál, itt szerintem itt kéne megoldani. Van a hátitáskámban, az tök jó. És nem lehet. Vagy várjál. Vegyünk egy nagyobb horgot szerintem. Mekkora horog kéne? Ez egy jó pontyozó horog. $61, hát meg az anyádat. Azért túlzásokban ne essünk már. Ezzel a kis horoggal vagyunk jelenleg, ez meg valamivel jobb, de nekem ez kéne. Csak ez $38, ahhoz még kell fogjunk egy kicsikét. Jó, és akkor a csali az... Ez az, ott van az equip, igen. Jó. Na hát akkor gilisztával, vörös kukacsal megyünk rá. És rajta van a giliszta, beszarok, és tényleg ott van.
Na nézzük. Harap-e a ponty? Mi megy rá a gilisztára? Vetődik föl a kérdés. Ugye most lehet, hogy ugye ezzel pontyokra mondjuk többet kell várni, vagy mit? Nem tudom. Nem tudom. És négy darab gilisztát vettem, vagy ötöt. Nem tudom pontosan. De a kérdés az az, hogy ha az elfogy, mert mondjuk kifogunk négy darab, öt darab pontyot, mondjuk tegyük fel. És mondjuk elfogy a giliszta, akkor azt után kell pótolni. Valószínűleg igen, ugye? Nem tudom, hogy mennyi giliszta kell. Gőzöm nincsen, most már meglátjuk. Várj, ott valami van már. Hopp. Valami rá is kapott, nézd meg. Nagy állat. Gondolom én. Még az a baj, hogy kisebb halak is mennek amúgy a gilisztára. Most ez sikerült? Nem rossz, mert ezért legalább többet kapunk. Ezt most szerintem el is adjuk ebben a pillanatban. Csak hogy legyen következő gilisztár. Igen, és fogy a gilisztáknak a száma. Ez nem jó. Ez nagyon nem jó. Mondjuk, azt kell, hogy mondjam, hogy a költségét azért behozza. Hát, szerinted Purgatóri Girl, aztán most meg kiderült, hogy kell pótolni a fene egye meg. Kicsit megrángatjuk, biztos, ami biztos. De mi van, ha elfogy a gilisztánk? Igen, nagyobb halat fogtam, ez tény és való, viszont pont azért gyűjtök a nagyobb horogra, hogy azt ne tudja a kicsi hal bekapni. Mert hogyha kicsi horogról van szó, akkor azt nagyon könnyedén bekapja, de nagyobb horgot azt nem fog tudni. Mondjuk leheti róla, az tény és való, de nem fogja tudni bekapni. És ugye az lenne a lényeg, hogy ne tudja bekapni, a nagyobb hal tudja bekapni. Mert ugye nyilván nagyobb halat akarunk fogni. Mennyi pénzünk van, ezt nem írja ki ilyenkor? Miért nem írja ki? Nem írja ki. Hogy aztán közben meg kapásunk legyen, aztán leegye. Hát ez nagyon pici lesz. Erre a pici halra pazaroltuk el a gilisztánkat. Hát nézd meg most, ez a kicsike. Ez. Hát a csali árát se hozta be. A csali árát se. Az lehet ógabi, de attól függetlenül a horgászatban azért a méret az egy nagyon fontos tényező. Mert el lehet mondani, hogy ekkora halat fogtam. Utána egy hónap múlva el lehet mondani, hogy ekkora halat fogtam. Utána eltelik egy fél év, akkor már ekkora a szeme. Érted? Tehát így általában így szokott ez lenni. Ismerjük ezt a jelenséget, ugyebár. Hát igen, körülbelül a kukac nagyobb volt, de hát Istenem. Hát fejlődünk szépen, és megyünk előre. Hopp. Kukoricát kéne megpróbálni. Jó. Ja, mert drága a kukac. Hű, ez valami nagyobb állat. Ahogy húzza, szerintem ez egy ponty. Nem az lesz, de valami nagyobb állat, mert vergődik. Azaz. Nagyon nagyszerű. Hát ez nem rossz. 42 dodó. 42 dollár azért az, hogy nem annyira rossz. Most elfogy a gilisztánk, akkor megyünk egy kis kukoricával szerintem. Az lesz a következő. Csalit mélyebbre tenni? Hogy lehet-e? Ez kevés. Hát mit tudom én? Hát nem tudom. Ezzel rá lehet zoomolni, hogy megnézed az úszót. Ez jó mondjuk. Flashlight? Ez nem az. Ezzel nem tudom, hogy mit lehet. Az orsót lehet beállítani, nem? Nem tudom. Szerintem nem lehet mélyebbre tenni, vagy hát ki tudja. Szóljatok a kapáson, nézzétek addig, jó? Várjál. Nem lehet szerintem. Ez érdekes. Kicsit húzunk rajta. Vajon fönn van még a kukacom?
mekkora az ereszték. Hát olyanokat kérdeztek, érted, ami a játékból nem derül ki. Lehet, hogy meg későbbiekben, hoppá, lehet ezt változtatni. Ez megint nem egy nagy hal lesz, gondolom én, mert viszonylag könnyedén jön. Vagy nagyobb. Be akarja vinni a nádba a rohadék. Na! Hát jó, ez is valami. Hát a csali ára az megtérült, az úgy kávé biztos. Hát ezt most akkor adjuk el. Ja, hogy nincsen rajta csali. Várjál, föl kell csalizni egyelőre, még nem. Tehát így, hogyha halat fognánk, azért meglepődnék, megmondom őszintén. Na, csalizzuk föl gyorsan. Vegyünk kukucot. Mennyit vegyünk belőle? $4 darabja. Egy darab kukoricának $4 darabja. Gyerekek, ilyen nincsen. Legyen 10. Legyen 10, nem? Hogy $40 elcseszünk kukoricára. Na. Kukorica? Oké, kukoricával fogunk menni, és tudjátok, mit fogunk még? Megmondom. Kellene nekünk egy jó képességű horog. Valami nagyobb pontyozó horog. Ez 54. Na ez már jónak tűnik, vagy ez is jó lehet. Ez ilyen level 3-as, level 4-es. Ez jó nekünk. Nem jó még nekünk. Egy ilyet tudunk venni, egy ilyen aranyhorgot, én ezt most meg is veszem. És ezt fogjuk alkalmazni. És rajta is van. És hogyha még belefér egy úszó, valami nagyobb, valami szép nagy pontyozó úszót kéne keresni. Ilyen nem volt is amúgy. Hát nem tudom, ez úgy jónak tűnik, nem? Ez ilyen sima pontyozó úszó. $119 ére, hülye vagy? Jesszus Mária, hát itt nem normálisak az emberek. Hát itt a horgászatban minden aranyáron mérnek, vagy mi történik itt? Ez is jó lett pontyozó úszónak, nem? Érdemes ezt megvenni? Hát nincs is rá pénzem, hagyjuk a francba. Na, nézzük, kukoricával szerencsét próbálunk, hátha. Na, gyerünk kis halacskáim, faljátok a kukucot. Igen, amúgy ez is egy drága hobbi, mert ugye ha megfigyeled, akkor alapvetően az a helyzet, hogy itt is van ám a belépő szintű kategóriától, vagy közép kategórián át, ugye a profi eszközökig, ugye minden is. És hát ennek köszönhetően ugye azért, na, értitek, hogy mire gondolok, azért nincs ez a pénz, amit ne lehetne elverni. Ugyanolyan dolog, mint hogyha számítógép alkatrészeket vásárolnál, ott is azért megvan a lehetőséged akár milliókat elkölteni, hogyha éppen arra van ingerenciád. Ő de vergődik. Na látjátok? Ez már kérem szép egy $31 fogás. Nagyon szép. És 4-es szintűek lettünk, most már megvehetnénk akár a másik horgot is. Ja, hát ennyiből, amennyit én ma kifogtam, ennyiből már lehet vacsorát készíteni. Ez egészen biztos. Srácok, kezdek rákapni erre a játékra, szeretném jelezni. De nem rossz. Nem rossz, mert megvan az az élmény, hogy nem tudod, hogy mit fogsz kifogni, és megvan a fejlődési lehetőség is a játékban. Tehát, hogy milyen eszközökkel nyomulsz, ami megmondom őszintén meglehetősen tetszetős. Az lesz majd az igazán tuti, amikor majd ilyen hatalmas, hogy karthalakat fogunk kifogni, csak hát addig még nyilván gondolom fejlődni kell, meg feloldani különböző lehetőségeket, meg venni irdatlan drága botokat. Na gyerünk, na most mi van? Ha-hó. Nem kapnak a halak. Na. Megizgatom egy kicsikét, úgy. Úgyni. De miért csak fél méteren van? Hát nem gondolom, hogy ilyen mély lenne a tó. Tehát lehet ezt lejjebb ereszteni.
De mindegy, jó lesz ez. Hopp! Azt ott megakasztottuk. Rendesen. Azaz. Hát ja, hát ilyen is van. Na most azon a 10 dolláron nem fog semmi sem múlni, az biztos. Viszont van még kukoricánk. Nem is kevés, ez egy jó messzi bedobás lesz. Jó, kicsit rángatunk rajta. Úgyni. Azon gondolkozom, hogy mi lehetne a következő fejlődési lehetőség. Tehát, hogy mit vásároljunk, amennyiben összegyűlik a pénz. Hogy vegyünk esetleg erősebb damilt, erősebb botot. Már mondjuk ezzel a bottal szerintem úgy kb. Lehet azért pontyot fogni, hogyha az ember nem feltétlenül a 18 kilósra megy. Nem akarom bedobni a botomat, tehát azért nem, semmi esetre se. Gyerekek, köd támad. Micsoda ködös lett itt az időjárás hirtelennyébe. Amúgy meg kell állapítsam, a kukoricára jobban jönnek a nagyobb testű halak, mint ezek a picik is semmire kellők. Ne arra vigyed már te, hát. Ja, látjátok, azért ezek már, na. Ezek már ilyen aranyosabb, nagyobb típusú kis jószágok. Úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy mivel. Egyáltalán nem mindegy, hogy mivel megyünk, mire. Kis ember nagy bottal? Hát, látod. Mi lehetne a következő fejlődési lehetőség? Most már van egy speckóp horgunk. Lehet, hogy kéne valami olyan damil, ami jó lehetne, vagy erősebb. Mert a hal ugye azért azt nem tudja ám, hogy milyen damilon csüng a csali. De nem tudom, hogy hogyan kell mélyebbre engedni. Nem tudom, hogy hogyan kell mélyebbre engedni a csalit. Figyeljetek, én ezt most megnézem. Egy pillanat. Nehogy addig kapást. Ugye kifogok egyet, és utána megnézem, mivel lehet mélyebbre engedni a csalit. Gyere már! Hú, de húzza, nem ereszti. Pedig ez is ilyen, hát kisebb, ilyen 10 dolláros. Na, 90 dollárunk van, és most megnézzük, hogy mivel lehet lejjebb engedni a csalit. Ha esetleg látjátok, akkor szóljatok. Hogy ezek közül mi lehet az? Rodpod. Olyanul nincsen még egyelőre. És itt meg nincsen semmi eset. Szerintetek melyik lehet az? Olmot rá. Ja, hogy lehet, hogy rá kéne rakjak egy olmot, és akkor majd akkor majd talán? Nem tudom, Captain Petya, jó reggelt, szevasz. Tényleg, hogyha esetleg olmot raknánk rá, akkor le tudnánk vinni a fenékre, már pedig ugye az igazán nagy halak, hát már mint ugye nyilván tóba azért a fenékről csipegetnek, nem? Ott volt az ólom. Kifogok még egyet, és akkor megnézzük, mert van még 5 darab kukoricánk, azzal még szerintem lehetne akár nagyot is fogni. Ha éppen úgy van. Szilgör, jó reggelt kívánok, szevasz. Nem működik az up and down. Azt már próbáltam. Na most már harapjon rá valamelyik. A drag volt az? És az melyik gombon volt amúgy? Az igazán nagy halak a platókon és a medertöréseken táplálkoznak? Lehet. És hol találok én ilyet? Vagy ezek is nagyon szépek, meg minden, de na. Na várjatok. Platókon... Aha.
És hol találok? Ott esetleg ott annál a gigászi nagy kőnél? Nem akarom ám itt fölverni itt a többi horgászt. Vannak halak? Egy kicsit elijesztjük neki. Nehogy már többet fogjon. Jaj, nehéz volt megnézni? A drag lehetett az? Azt mondod? Na várjál, mindjárt megnézzük. Ja! Ja, hogy ez meg nincs is beállítva. Oh, well. Várjál, akkor ezt megoldjuk. Oké. Okay. Megpróbáljuk, jó? Ide most bedobom. És utána lehet állítani, ez a kérdés. Nem, ez nem az lesz. Ez nem az lesz, ebbe egészen biztos vagyok. Ez tuti fix, hogy nem az lesz. Na nézd meg, aztán elkezdett cseperegni az eső. A természet erőivel nem bírunk birokra kelni. Nem, azok nem hóemberek, azok más játékosok, akik hasonlóképpen próbálnak szerencsét. Jó, figyeljetek, ezt kifogom, és akkor egy olmot fogunk vásárolni, amit megpróbálunk ráaplikálni erre a szerkezetre. Igen, lehet, lehet tavakat is választani, meg egyéb helyeken is lehet horgászni. Már megpróbáltuk a léghorgászatot, ami aranyos volt, oké, hát ez... És 5 dolláron nem veszünk össze. Na nézzük meg, hogy hol vannak a... Hol vannak az olmok? Ilyeneket is lehet venni, azért ez nem rossz. Ja, és kapásjelzőt, srácok, haló. Hát itt minden is. Jó, hát ezek a botok, az jó. Ezek ugye a damilok. Nem gondolom, hogy itt helyezték volna el. Ne, azt se gondolom, hogy itt helyezték volna el az olmokat. Hát a csaliknál meg aztán pláne nem. Tehát, hogy így... Na várj, itt viszont vannak már érdekes dolgok. Lehet, hogy lehetne villantózni, nem? Tehát itt mindenféle rapala megtalálható, de nincsenek olmok, srácok. Az ólom az úgy van, aztán kész. Nem tudom, nem tudom, valahogy máshogy kell ezt megközelíteni. Lehet, hogy nagyobb horgot kéne venni, viszont fogom magam, és szerintem veszek egy orsót is lehet külön venni. Ha fenekező orsók is vannak. Mennyibe kerül egy ilyen? 185 dollár, hát ez borzasztóan drága. A floatline length, az... Várjál, mindjárt megnézzük, jó? Az melyik is volt? Van ilyen? Nincsen szerintem. Szerintem nincsen ilyen. Nem. 2,2-es súly. Hát figyelj, lehet. És hol? Hol láttátok ezt? Igen, itt van, igen. Az other sectionben van. Igen, ezt a halat még kifogjuk, és akkor most már tudjuk, hogy hol lesz. Akkor az is lehet, hogy egy olyan részt kellene keresni a tóba, ahol nagyobb a mélység. A fene se tudja, lehet. Ugye megnézzük, ezt még kifogjuk, és akkor utána kicsit körbe sasolunk. Harapjál már rá! Na. Nem akarja. Hopp. Hüha! Ez nagy állat, ez bitang nagy állat!
Hát ez valami tévedés volt ebben a pillanatban, azt kell, hogy mondjam. De úgy húzott, mintha nem lenne holnap, hát ne viccelj. Na, és akkor... tehát magyarul lehet ezt itt állítani. Értem. Ja, hogy menjünk egy kicsikét lejjebb. Mondjuk 100 centiméterre. Megnézzük. És akkor most lejjebb megy. Lejjebb megy, bizonyám. Bizonyám. Az lesz az. Egy bitang 10 dekagrammos állattal volt dolgunk. Igen. Igen. Kőkemény. Kőkemény. Ez így biztos, igen. Itt ilyen akadók vannak, itt ez jó lehet. Tehát szerintem a pointnak egészen biztos, hogy jó lehet. Jó, most lejjebb tettük egy kicsikét a csalit, és megnézzük, hogy mi jön rá. Remélem, egy büdös nagy pontja az most majd fogja magát, és így ráharap, és majd meg tudom nektek mutatni, hogy wow, micsoda állatok lakoznak ebben a tóban. A nagy hal a vízfenéken táplálkozik ilyen időben. És vajon ezt is méri a játék? Hogy ilyen időben a pontyok lemennek? Vagy nem tudom. Nem tudom, ezeknek a dolgoknak a nagy része, amiket én így hallottam így horgászoktól, azért ezek ilyen legendák. Na, akárhogy is nézem. Tehát van olyan, hogy azt mondják, hogy most azért kell menni horgászni, mert virágzik a nyárfa. Utána meg azt mondják az asszonynak, hogy azért kell menni horgászni, mert elmúlt ugye a nyárfa virágzás. Tehát így konkrétan bármikor lehet. Meg hát ugye, amikor teli hold van, akkor is el kell menni horgászni, tehát így meg a hold. Hogy éppen, hogy... De most erre nem jön? Nem jön az állat, nem? De jön. Jön, valamit fogtunk lenne a fenéken. Valamit fogtunk. Ezt milyen fogtuk, srácok? Ez mi lehet? Ó, hát ez... Annyira mondjuk nem egy nagy fogás, de valamire biztos jó. Jó, mi kettő, azaz kettő darab kukoricánk van. Kettő kukoricánk, ezt kéne jól felhasználni. Egy mennyhalt sikerült igazából fognunk, igen bizony. Egy mennyhal. Tényleg, mekkora a fenék amúgy? Ja, hogy közben ilyenkor nem lehet, amikor már benn van a csali, akkor ne hülyéskedjünk ilyesmivel. Mennyhal. A mennyhal mióta eszi meg a kukoricát? A mától. Nem tudom. Miért a mennyhalnak nem kéne megennie? Milyen a girisztát használt? Figyelj, veszek girisztát. Már vettem eddig, csak nem mélyen horgáztam a gírnyóval, az a baj. Szerintem legalábbis. Úgyhogy ezt most kihúzom, vagy legalábbis megpróbálok valami halat megfogni, és akkor utána megnézzük a girisztát mélyen. Mélyre visszük? Szegény. Na? Hopp. Valami van. Hát ez nagyon kicsi lesz, ezt érződik, hogy ez nagyon kicsi. Jó, vegyünk gilisztát. Mennyi gilisztát vegyünk? Vetődik fel a kérdés. Csali? És itt vannak a giliszták, egy vörös giliszta, kell ebből mit tudom én, hát mit egy 6-ot vegyünk. 8-at. Na, az a biztos, igen. Oké. És rakjuk fel a horgunkra. Ja, hogy ez már 9 lett. Jó, várjál. Oké, hol van a giliszta? Igen, ott van, oké. Ezt nem lehet rárakni. Dehogy nem lehet. De miért nem lehet rárakni? Nem lehet rárakni, de rá kéne lehessen. Na, azért mondom, oké. Jó, ja, csak ilyen hülyén van megoldva. Na. Milyen fogjuk a pontyot, srácok? Ez a kérdés. Milyen mélyre vigyük? Vigyük 150 méter, 2 méter mélyre? Hát, ha esetleg ott majd. Igen, én már érzem, papsubi. Én már, ha kicsi, érzem. Milyen mélyre vigyük a kukacot? A vízfenekére. De ez nem tudom, hogy hol van. Milyen mély ez a tó amúgy?
Milyen mély ez a tó? Vízfenéken. Aha. Megpróbáljuk majd még ennél is mélyebbre vinni, ha sikerül. Ebben ne legyél biztos, Szilgör. Megeszi a kukacot is. De volt olyan, hogy Fater ilyen mixekkel horgászott, hogy volt rajta kukorica is, meg kukac is. Tehát ilyen mixbe tolta, és arra is ráment. Teljesen simán. Volt olyan, hogy kukoricával, volt olyan, hogy... Én már nem mondok semmit, hogy ez mekkora hal, jó? Ja, nagyon vergődik. Nagyon vergődik, ez mi lesz? Ez valami állat. Nagyon szép fogás. $65 és srácok. Hát ebből azért van csali rendes. Egy komplett csali megvan. 12 experience point azért az úgy csábító. Csináljuk azt, hogy a kis halak azok experience point, a nagy halak azok meg, hát ugye, pénzét tesszük őket. Jó, ennél is mélyebbre vigyük akkor le azt a csalit, mert eddig ez nagyon tetszetős. Most hány méteres ez a tó mélységet illetően? Nézd meg, 2 méteren len van. 2 méteren len van. Just hold my beer. Köszönöm szépen nagyon a Hitszúrnak ajándékozott feliratkozást. Nagyon szépen köszönöm, hogy építed a közösséget, és szeressük meg, de nagyon is mehet egy... Ha majdnem sikerült a megfelelő gombot megnyomni, minden esetre nem baj, hogyha tudjátok, hogy vannak különböző social media szájtok is. Tehát tulajdonképpen nagyon szépen köszönöm, uram. Köszi. Én nem tudom, lyukaszcipőt, mosógépet, bármit is lehet fogni. Tükörpontyot. Ha erre most egy hal rámegy, srácok, az biztos vagyok benne, hogy az nem lesz egy kicsi hal. Hát, illetve ez nem rángat annyira. Ó. Hát, na ja. Oké. Igen? Hát ezt a játékfejlesztőkkel kell megbeszélni. Én egyelőre megmondom őszintén, élvezem, ami történik. Tehát szép halakat fogunk, és nem feltétlenül csak ilyen pici nyüzügéket, amik ugye jöttek a játék elején. Itt most már azért vannak mindenféle halacskák. A kérdés csak annyiban áll, hogy hogyan érhetnénk el ideje korán azt a variációt, hogy hajóról tudjunk horgászni, és nagy halakra tudjunk vadászni. De itt, ahogy érzékelem, szerintem ilyen több száz dolláros dolgokat kell vásárolni ahhoz, hogy rendben legyünk. És tudjunk ilyet kivitelezni. Gondolom én. Most viszont a pénzre fogunk menni, srácok. Egyszerűen azonokból kifolyólag, hogy szeretném állokkolni azt a másik tavat is. Hogy azt is meg tudjuk nézni. Remélem, hogy belefér még az időbe. Hopp. Hűha. Közel van, hogy megadja magát, de nagyon küzd. Gyerekek, elviszi. Ezt nem fogom tudni megfogni. Ez nagy. Ez viszont nagy. Ez viszont biztos mondom néktek, hogy nagy. Hát ez fárasztani kell, srácok, ez fárasztani kell, ez nem lesz egyszerű, de ezt ki kéne fogni, mert ez egy nagyobb jószág. Ebbe 1000%-osan biztos vagyok, mert ilyen még nem volt. De volt bizony. De attól függetlenül azért $72 azért ez egy szép fogás. TRTK, köszönöm szépen a 21. hónapot, uram! 21. hónap, az igen. Nem amúr, ez pisztráng, kérlek szépen. Elvileg, hogy állunk most? Mennyi a lovettánk? Hol kell azt megnézni? Mennyi pénzünk van? Ez hol mutatja amúgy? Nem lehet. Miért nem lehet? Miért nem?
Ja, ott van, 203, oké. Tehát $100 kellene összeszedni. $100 kellene összeszedni, hogy rendben legyünk. És akkor mehetünk a következő vidékre már horgászni. A játék neve Ultimate Fishing Simulator, de hogyha lejjebb görgetsz, akkor így a kép alatt ez láthatóvá válik. Üdvözlünk nagy szeretettel, ez itt a Twitch. Na. Tehát kell még két ilyen szép nagy fogás, és akkor már rendben vagyunk, meg tudunk még költekezni is egy minimális, hát legalább csalira. Pénzes játék? Hát, tehát én azt gondolom, hogy nem a felsőbb 10 000 sportja ez a játék, ez úgy kb. Valószínű. 10 euróért lehet hozzájutni a Steamen amúgy, csak mondom. 10 euró. Azt most jó bedobjuk, jó messze. Meg kell rángatni rendesen. Oké. Így kb. Jók is vagyunk. Jöjjön egy nagy fogás most. Hát, Shady-Billy, nem tudsz, mert mire gyűjtesz, mesélj. Hát, de úgy volt, de amikor nulla experience pointot kapunk a kis halra, akkor szerinted érdemes a nullára rákattintani? Tehát így... Krisztoferhoz, tehát egy roppant egyszerű logikával kérdezem. Anders, köszönöm szépen a követés, szevasz. Amúgy tényleg iszonyat drágák a csalik meg az eszközök, tehát valamiért így van kalibrálva a játékban, de hát ez nem probléma. Hogyha majd sikerül rájönni arra, hogy hogy lehet mindig nagyon nagy halat fogni, akkor majd könnyedén fog ez a dolog menni. Kezdem azt érezni, hogy bizonyos másodpercenként van kapás. Hatodik haszakad. Például most lesz majd... Látjátok? Mondom én. Ez is húzzám, bitang módon. De bemegy a zavarosba, eltépi! Ezt fárasztani kell. Ez szerintem megint ugyanolyan olyan lesz, mint az előző. Tehát ilyen... Szivárvány pisztráng, vagy mi a bánat volt az. Hát ezt fárasztani kell. De hogy nem kicsi, az valószínű. De nézd, mekkora nagy állat, böszme nagy keszeg. Új rekord, 4,2 kilogrammos keszeg. Régen voltak ilyenek a Balatonban, ilyen nagyra hízott keszegek, de most már nincsenek, mert lehalázták őket a francba. Na ez az, így van. Már csak 30 dodó, és megválthatjuk a bérletünket a tóra. A nagyra. Nem, szerintem vannak itt moderátorok, legalábbis azt gondolom. Mr. Shutdown itt van. Nem, vannak itt moderátorok. Nem kell aggódni, nyugalom. Mr. Shutdown most így hirtelen föltűnt. Pitagoras, hello. Felelni fog valaki, döntsd el, hogy ki. És csak Robi volt az, aki kiváltotta. Na figyelj, akkor menjen egy felelés. Robi, ki legyen az áldozat, mesélj. Ki legyen az áldozat, akit megfeleltessünk. Krisztoferusz! Nem Krisztoferusz? Nem, most Shady Blade írta. Csak Robi? Krisztoferusz szeretné? Jó, Krisztoferusz, figyelj, 3 kérdésre kellene, hogy megfeleljél. Jó. Milyen színű volt az a csirke? Milyen színű az óriás csirke, az a műanyag csirke, az ordítós. Milyen színű? Vigyázzál, beugratós kérdés. 3 darab girisztánk van már csak. Milyen színű volt? Az egyik adásban beszéltünk róla, lehet, hogy ez egy kicsikét nehéz kérdés, de hogyha ezen felül még tudni fogod, akkor akár 5-ös alá is lehet. Még.
Mr. Shadden itt van? Itt van a mi ez a nézőlistán, úgyhogy itt van, csak lehet, hogy most éppen kiment valamiért, vagy nem tudom. Szevasz, Loli! Jó reggelt! Látjátok, vannak itt modok, nem kell aggódni. Igen, zöld, gusztustalan zöld, pontosan, így van, így van, így van, eltalálta, nagyon szép, oké. Jó, jöjjön a következő kérdés. Következő kérdés. Az pedig az lenne, hogy vajon ki az a színész, aki koronavírusos lett, és nem, és leállt a Batman forgatása. Ez most megint egy ilyen kicsi böszmehal, tehát ez így nem jó. Kellene még egy nagyot fogni, mert akkor meg lesz a bérletünk. Mi újság van, Loli? Mesélj már egy kicsit. Mi a harci helyzet? Na ki volt az? Ki volt az az a híres színész, akivel most jelenleg forgatják a Batman-t, koronavírusos lett, leállt a forgatás. Ki az? Ne súgjál neki, mert oda verek. Hát ne vicceljünk már. Gyere, ne súgjatok már neki, légy szíves, jó? Köszi. A cseten ne súgjunk, jó? Ennyit szeretnék kérni. Iskolába se súgunk, nem? Mert ha igen, akkor odaver a tanárbácsi tanítónéni. Madonna. Édes Isten. Elképzeltem Madonnát, érted, a Batman szerkóba, tehát az körülbelül legalább egy olyan rémálomhoz volna fogható, mint hogyha mit tudom, Michael Jackson érkezik lóháton. Tehát így körülbelül. És akkor lehetne énekelni, hogy volt egyszer egy rémálmom, Michael Jackson jött lóháton. Már ha ismeritek ezt az örökbecsű zenei formakincset. Ez is egy kisebb hal? Talán. Ja, szerintem ez kisebb. Nem, ez megint egy mennyhal. Mennyhalat fogtunk már megint. Na, az utolsó kukacom. Az utolsó kukacom fog szerencsét hozni szerintem. Az utolsó kukac, srácok. Az utolsó. Na, Christopherus, most Batman vagy a komornyik? Hát, Batman. Szigorúan a Batman. Az jó, hogyha nem tudod, hogy melyik jó, hogy ki mit súgott. Az egy jó dolog. Oké. Okay. Nem. Akkor kap egy egyest, Kexi. Egy szép, büdös nagy egyest vések bele a tájékoztató füzetébe. Nem, semmi agresszívkodás. Megkapja az érdemre egy jegyét, aztán leülhet. Nem, semmi ilyesmi. De nem rossz ötlet, Kexi, nem rossz ötlet. Hát figyelj, egy TO-ért mehet a felelés, ha gondolod. Ha nem tudod mind a hármat, akkor mehet a TO tőlem, Kexi. Hopp! Kapás van, figyeljünk azért, figyelj, ez nagyobb, ez nagyobb, ez bizony nagyobb. És még vergődik is. Ki kell fárasztani? Kifárasztjuk. Én azt gondolom, hogy ha ezt meg tudjuk fogni, srácok, akkor megvan a bérletünk a nagy tóra. Kicsit közelebb megyek hozzá, egy talán egyszerűbb lesz, nem? Lehet, hogy meg is kéne szákolni, hogy éppen úgy van. Nagy mennyhal! Ez egy szép nagy mennyhal. Na most ezzel meg is van a lehetőségünk, ha jól látom, igen, megvan a lehetőségünk arra, hogy állokoljunk egy új helyet. Na megszületett a megoldás? Christopherus, bevallom, nem tudom, ki mit súgott. Na de mondjál egy nevet. Ennyi idő alatt már utána is lehet keresni. Na ne vicceljünk. Itt már lehet ám szép nagy állatokat fogni, bizony. Úgyhogy megnézzük ezt az új pályát is. És ott is van! Christopherus, gratulálunk, a második kérdésre is hibátlan választ adtál, nagyszerű. Nézzük akkor az utolsó kérdést, ami pedig lenne, hát legyen egy ilyen popkulturális kérdés. Milyen alakja volt régen a Like a Virgin idejében Madonna melltartójának? Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, hogy vajon milyen alakja volt? Na. Ez így most rendben van, de honnan horgászok én? Tehát, hogy vetődik föl a kérdés, hogy hol kéne bevágni a botot? Meg hát nincs még rajta csali, tehát óvatosan. Lehet, hogy innen a partról kellene? Vagy honnan? Menjünk el oda?
Paralelogrammal. Hát nem. Nagyon jó, a nagyon jó Christopher, ezt tudtam én, hogy erre választ fogsz adni, és hát gratulálok az ötöshöz, ez egy határozottan szép ötös, hibátlan megoldásokkal, hibátlan felelettel, úgyhogy hát még akár szaktanári dicséretben is részesíthetnélek. Gratulálok, uram. Itt már horgásznak, hát ide ülök melléjük, hát fognak nekem örülni, ugye? Ja, jó van, akkor nem közösködök ezekkel a bunkókkal. Majd én ide jövök, és innen. Na, nincsen fölcsalizva még ez a jószág, úgyhogy szerintem vásárolunk, hát 17 dollárért. Érdekes meglátás. 17 dollárért nem biztos, hogy fogunk tudni megfelelő mennyiségű. Aha, tehát ebből három kukacot lehet vásárolni. Igen, viszont több kukoricát. És egy már van is belőle. Hogy 5 darab kukoricával rá kéne menni erre a téteményre. Azt kell, hogy mondjam. Jó. Na ebből meg csak kijön már valami, nem? Eresztékem az milyen mélyen van? Mindjárt megnézzük. Milyen mély a tónak a feneke amúgy egyáltalán? 2 méternél biztos, hogy mélyebb, nem? Gondolom én. Sajtot kéne venni? De Galaxy, miből gondolod, hogy sajtot kell venni? A sajt az, arra milyen halak mennek a sajtra? Azért jó ez a pálya, mert látjátok, ott a hegyektől, látjátok még azt is, hogy vajon mikor van kapás, és mikor kell bevágni neki, mert mozog ugye az úszó. Hamarosan kapásunk lesz, srácok, úgyhogy figyeljetek. A holthalag? A márna? De hát ez valami tengeri körülmény, nem? Tehát nem tudom, hogy azért például márna van-e. A tengerben van márna? Ebben nem vagyok azért biztos, őszintén szólva. Kukoricára egyáltalán kapnak ezek, hogy szeretik, vagy nem szeretik? Nincs is itt. Hopp! Ajaj. Egy pillanat műve és kapás van, nézd meg. Oda se tudok nyúlni rendesen a sörömér, már jön valami állat, mondjuk ez kicsike, hogy látom. Hű. Aha. Tehát akkor ez egy ilyen kisebb fajta. A catfish az a, mindjárt mondom, ne mondjátok meg, tudom nagyon jó, a harcsa. Legalább 16 dollárért el lehet adni, tehát az árát azért behozta, bárhogy is nézem. Most adjuk el, az experience pointok azok várhatnak még, egyelőre csalira kell a pénz. Mondtam, hogy ne mondjátok meg, most látom, hogy írjátok, hogy harcsa. Mire beírjátok, addigra megvan. Harcsa kukoricára? Hát most miért? Hát most mi van abban? Hát kukorica. Hát megeszi, beharapja, megette, kész. Nem feltétlenül volt törpe harcsa, nem valami különlegesebb harcsa volt, legalábbis azt írták. Joker, egyszer hivatkoztam viccből a catfishre, úgyhogy macska hal. Igen. De hát az cápa, az harcsa. Na most jogosan vetődik föl a kérdés, hogy vajon mi történik itt, hogy lesz ebből kapás, vagy nem. Most a kérdés az, hogy milyen csalit kellene venni, hogyha kifogtunk itt mindent. Most valami nagyobb halat próbálok meg befogni. Hát de te most mész ebédelni? Hát de én meg horgászom. Hát most érted, mindannyiunknak megvan a maga teendője, ez biztos. Ez kicsi hal lesz, ez nem húz annyira. Te édes Istenem, hát azért, na. Ennél úgy gondolom, hogy többre vagyunk hivatottak. 3 darab kukoricánk van még, az gyorsan. Gyorsan elsütjük. Hogyni? Nézegettem azt is, Patrix, a Russian Fishing-et, de az annyira nem hozott lázba, megmondom őszintén. Tehát én itt hamisítatlan horgász élményekre lesek és várok. Out SKR, Robci, Benci, nagyon szépen köszönöm a követést, és köszi még egyszer mindenkinek, aki megszívecskézte a streamet. Ezt a 3 kukoricát ezt még gyorsan elhasználjuk, és akkor addig fejtsétek meg, hogy ezekre a vizekre
vajon milyen csalival kellene rámenni? Hát figyelj, igazából ezt meg tudod most nézni, Gergő. Meg tudod nézni, hogy mennyire szórakoztató. Hát én egyelőre tök jól el vagyok vele, mert tapasztalgatom, hogy mi van. És minél nagyobb halat fogok, annál boldogabb vagyok. Meg hát ugye vannak különleges halak, amik ritkábbak. Tehát az is egy jó dolog, de ez már megint egy ilyen kicsi lófügyhal. Jaj, ne már. Ne már, légy szíves. Két kukorica még van. Élő csali legyen? Aha. És ezzel a bottal, ezzel a damillal kifogható-e az élő csali? Sőt, tovább megyek. Megvan a képzettségem arra, hogy élő csalit használjak? Hát hamarosan kiderül mindjárt. Komodo, hello, hello. Szeretnétek-e még a továbbiakban majd valamikor horgászni? Mert ha igen, akkor azt a jövő hétre beiktathatjuk. Akár, akár. Na, Zsigó Róbert ki fog felelni, mesélj. Persze, hogy lehet Galaxy Brut. Hát, hogy a VR-ban-e? Sőt, csak és kizárólag tegeződni lehet. Na, Zsigó Róbert Ólit szeretné megfeleltetni. Na, Óli, figyelj, kapaszkodjál. Első kérdés, popkulturális kérdés. Hoppá, de berántottam neki, azt a betyár mindenit. Popkulturális kérdés lesz a következő. Vajon... sikerül ez kifog... Ez is ilyen pici hal. Hát ezek ilyen lófügy halak. Hát csak ezt lehet fogni a kukoricával. Ez botrány. Na, az utolsó kukoricától megszabadulunk. Na, jöjjön akkor az első kérdés, jó? Hogy folytatódik a híres dalszöveg? Na de melyik? Ugye most kellene kitalálni, hogy melyik dalszövegről van szó. Egy pillanat türelmet szeretnék kérni. Hoppá, ott nagy hal tanyázik, lehet, hogy arra rá kéne fordulni ott, nem? Fene tudja, lehet, hogy odaúszik, mert érzi a csalinak a szagát. Na egy pillanat, jó, akkor az első kérdés lenne az, melyik dalszövegben van, annyiban még segítek, hogy magyar dalszövegről van szó. Riadó, riadó, mentőcsónak, kiadó, gépház, teljes gáz. Hát Zsolti, köszönjük ezt a kérdést. Nyilván azért vannak itt a többiek, mert unalmas a játék. Igen. Köszi, tényleg. Szerintem nézd meg, és akkor majd eldöntöd. Na, melyik nótából volt ez az idézet? Hopp. Melyik nótából? Ez lenne a következő kérdés, Óli. Ez nem rángat annyira ez a hal amúgy. Szerintem kicsike. Nem, csak ezek a pici jószágok jönnek a kukoricára, legalábbis én ezt tapasztalom. Ezt tapasztalom, úgyhogy veszünk valami normális. Tehát szerintetek mit kéne venni? Na most azért azt tudnotok kell, hogy az élő csali az 14-es szinthez van kötve, és darabja 18 dollár. Tehát ebbe nem tudunk most itt mozgolódni. Tehát, hogy mire menjünk? Egy kenyérke? Az mondjuk olcsó. Vagy sajt? Sajtot? Krumplit? Krumplival kihorgászik. Na? Óli, nincsen meg a megfejtés? Nincsen meg? Magyar együttesről van szó. Most tényleg sajta a horgásszak? Sok halúszik a vízben kukacra vadászva, de az én kukacomat nem kaphatja be, csak a maga halacskája. Hungarocellel? Ha mondjuk arra rámegy minden, nem? Most tényleg sajtot vegyünk? Jó, veszek két sajtot, jó? Veszek két sajtot, na jó, hármat. És akkor megnézzük azt, hogy a sajttal mire megyünk. Hogyha valami normális jószágokat fogunk vele, háromból azért ki fog derülni, akkor lehet, hogy van értelme a sajttal való horgászatnak. Nem tudod? Na jó, várjál!
És meg is van, és meg is van, azaz, Óli, bizony, jó fele kapizsgálsz, csak mondjad az együttesnek a nevét, csak mondd ki az együttes nevét, és megvan az. A Mozdony Rádió az teli találat, egy az egybe. Jó lesz az, megvan, tudod te? A Márna nagyon szereti a sajtod? Hát nem tudom, remélem a szerelékünk elegendő ahhoz, hogy Márnát fogjunk. Ez már egy nagyobb horog, dobozos tej. Ez már egy nagyobb horog. Hát lehet biztosan ennél is nagyobb horgot rápattintani. Na. És rákaptak a sajtra. Na de milyen állat kap rá egy sajtra? Ha most megint olyan halat fogunk, mint az imént, akkor tuti fix, hogy valami... Hát megint olyan halat fogunk. Ez így nem jó. Én nem akarok ilyeneket fogni, valami mást akarok fogni. Vagy rossz helyen horgászom? Az is lehet, hogy rossz helyen horgászom. Próbáljuk meg máshol. Most innen elmentek, úgyhogy lehet, hogy ezt a helyet befoglalom itt. Ott laknak a nagy halak. Tuti fix, hogy ott laknak a nagy halak. Nagyon jó, Oli. Megvan az első kérdésre a válasz. Jöjjön a következő kérdés. Vajon... Csónakkal? De majd ki lehet menni, csak kell venni csónakot, meg minden képességet feloldani ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Úgyhogy most jelenleg ezen vagyunk. Csak meg kell próbálni normálisan horgászni és nagy halakat fogni, hogy legyen elegendő pénzünk arra, hogy tudjunk ilyen úri huncutságokkal élni. Jöjjön a következő kérdés, ami pedig lenne annyi lenne, hogy vajon milyen lény az eukarióta? Az eukarióta. Milyen lény az eukarióta? Harcsafészket kéne keresni? Ennél lejjebb a horgot? Majd a következőnél megpróbálom. Egyelőre a sajtra is ilyen kisebb hal jött. 2,1 méteren van amúgy a horog. Ez inkább biológia ez a kérdés. Eukarióta. De Frederik, nem téged kérdeztünk, hát könyörgöm, hát a társad felel, hát súgsz, hát nem hiszem el, hát ilyen szemtelenül súgni, hát Jézus Máriám, nem hiszem el, gyerekek, komolyan mondom. Örülök, hogy tudod, Frederik, az teljesen rendben, de most Óli felel, hát ne bántsuk. Jaj. Na. Nézd meg, és még írja a többi. Istenem. Nem 22 méter, ez 2,1 méteren van. Srácok, elmondom megint, mert már elmondtam ezerszer, hogy semmit nem mondok-e kétszer. De lényeg, hogy el kell mondani. Szóval a felelés, az úgy poén, az nem baj, hogyha megázom, majd megszáradok. A felelés az úgy poén, hogyha csak az válaszol rá, aki felel éppen, a többiek ne válaszolgassanak rá, mert akkor súgnak, és ne súgjatok. Na, így van. Jó, kösz, hogy egysejtűkről beszélünk, igen. Na, ezt így is megadtam volna ezt, mert megsúgták. Semmi baj, Frederik. Lehet, hogy még nem tudtad. Várj, ez lehet, hogy nagyobb hal, nem? Nem, ez is ilyen kicsi lófügy. Nem, itt valami mással kell horgászni, srácok. Tehát a sajt az nem lesz jó, mert csak ilyen szarok jönnek. És az nem jó. Még egyetlen egy sajtom van, úgyhogy ezt gyorsan bedobom, aztán kész. Ellenben jöjjön az utolsó kérdés. Ólinak, méghozzá a következő. A következő lesz az utolsó kérdés. Az milyen jellegű kérdés legyen? Most már volt zene. Volt biológia. Akkor milyen nem volt még? Történelmi kérdés? Történelmi jellegű kérdés? Lehetne akár az is. Az is. Jó. Kik vetették be először a történelem háborúinak során a tankot? A tankot. Kik vetették be először?
valami irdatlan nehéz mondjuk fizika, de milyen kedves, érted, hogy mennyire jót akar érted a társának, hogy valami irdatlan nehezet kérdezzünk tőled. Kik vetették be a tankot? Az első tankok. Az például kiváló kérdés lenne, igen, Krisztoferusz, de ez túl könnyű. A katonák, igen, hát persze, hogy ne. De Óli mondja, a britek, és nem látták benne az emberek a fantáziát. Bizony, nagyon jó válasz, szuper. Oké, hát azt hiszem, hogy egy ötössel van dolgunk. Úgyhogy gratulálok ezúton is. Na ezt az egy halat még meg kéne fogjam. És akkor legalább elfogynak a sajtok. De nem nagyon akarnak kapni rá. Miért most nem szavazod meg nekik a bizalmat, hogy ezt ő csípőből tudta? Hát én úgy gondolom, hogy azért elég gyorsan válaszolt rá, tehát nem volt azzal semmi gond. Na ez is tuti fix, hogy egy ugyanolyan hal lesz. Hát tud, mondtam én. Na mindegy, sajttal nem szabad horgászni, vagy nem így kell horgászni. Minden esetre... A mai napra, erre a streamre befejezzük áldásos tevékenységünket. Valamikor jövök vissza a délután folyamán, srácok. Ha kisikerül lépnem ebből a játékból, meg aztán pláne. Igen. Kisikerül. Ezzel még szeretnétek, hogy játszunk, vagy inkább hagyjuk a csodába? Nem tudom, hogy vagytok vele. Én biztos, hogy képes vagyok arra, hogy kifejleszek valami olyan... szereléket, meg olyan botokat, meg minden, amivel lehet nagyobb halakat fogni, és akár a tengerről is. Jöhet még? Igen, jó volt? Jó van. Jó, lehet, hogy akkor bevetjük még a jövő hét során ezt a játékot. Minden esetre az armások nem érnek rá délután, úgyhogy ebből kifolyólag nem arma lesz, hogy milyen játék lesz, az is lehet, hogy majd megszavazzuk, hogy esetleg Euro Truck szimulátor, farming szimulátor. Most nagyon szeretem ezeket a szimulátorokat, hogy miért az kérdéses, de valamiért bejön, úgyhogy szívesen játszom, de lehet akár még Tony Hawk Pro Skater is, tehát hogyha éppen erre van ingerenciátok, úgyhogy valami lesz, ezt meg tudom ígérni, úgyhogy várlak benneteket nagy szeretettel, valamikor a délután során jövök, hogy most négykor, azt hiszem, hogy négykor, igen, négykor, vagy fél ötkor, ezt majd meglátjuk, jó? Úgyhogy valami ilyesmit tudok ígérni nektek. Legyetek jók, és köszönöm szépen nagyon a nézést, a támogatást, és egyáltalán mindent, amit befröcsköltetek ide a mai nap során, illetve a stream során. Érkezek vissza, 4-kor, fél 5-kor, meglátjuk majd. És hogy milyen játék lesz, az legyen meglepetés. Köszönöm szépen nagyon, hogy itt voltatok, legyetek jók. Hamarosan találkozunk, további szép napot, szevasztok, csá-csá!